Sziasztok, Mikuska Judit vagyok, a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ magyar tanára. Az előző órán már elkezdtünk ismerkedni Babits Mihállyal. Ma két versét hoztam nektek, a Lírikus Epilógia és a Fekete Ország című verseket. A kezdőképen egy Ripple-rónai festményt láthattok, amely Babitsot ábrázolja. A Lírikus Epilógia című vers 1903-ban keletkezett, Babits legkorábbi verseinek az egyike. Az első kötetnek, a Levelek Iris koszorújából című kötetnek a záró darabja, és egyfajta költői utószóként is értelmezhetjük ezt a verset. Hallgassátok meg! Csak én bírok versemnek hőse lenni, első és utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. És már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi. De hogyha van is, Isten tudja, hogy van? Vakdióként dióban zárva lenni, störésre várni, benn megundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm. Csak nyilam szökhet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok magam számára a börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega és az alfa. Ha a vers műfaját tekintjük, akkor egy elégiáról beszélhetünk. A vers formája, mint láthattátok is, szonett. A típusa pedig ars poetica, tehát költői hitvallás. Egyfajta lírai panaszról van szó ebben a versben, amely a külvilág hatásait és a költőben, a lírikusban zajló harcot mutatja be. Alapproblémája az én versbéli helyzete és önszemlélete. Szerkezetileg ez a vers négy egységre osztható, ahogyan a versszakok is nagyon szépen felosztják a verset. Az első szakasz a tehetetlenség érzését fejezi ki. A vers beszélője a teljességet, a mindenséget akarja versbe foglalni, de rájön, hogy csak önmagáról tud írni. A második versszak megkérdőjelezi a mindenség létezését, ezzel az én előtérbe kerül. A harmadik szakasz, ból kiderül, hogy a költőnek a vágya kitörni ebből a helyzetből, csak a vágya tud kitörni ebből a helyzetből, ő maga pedig nem. Az utolsó versszak pedig rögzíti azt, hogy a költő magára maradt személyiségével, és így a beszélő csak a saját korlátait méri fel. Olyan kifejező eszközöket használ ez a vers, mint az ellentét, a metafora, ilyen például a bűvös kör vagy a vakdió, aztán jelentős benne a szimbólum, az alliteráció, költői kérdés és a figura etimologika. Ez a költői kép ugye a szó tű ismétlődésén alapuló költői eszköz, ilyen a dióként dióban. A költemény egy filozófiai problémát jár körül. A központi kérdése az lesz, hogy megismerhető-e a világ. A vers szerint ez a megismerés mindig szubjektív, és nem lehet az egyéntől elválasztva kezelni. A rajtunk kívülálló világ megismerése valójában nem terjed túl az önmagunk megismerésén. Az emberi tudat a másságot is csak önmagán keresztül képes megtapasztalni. A másságban is csak a saját tapasztalatait, önmagát tudja látni. A vers azt állítja, hogy a világ megismerhetetlen és kifejezhetetlen, mivel az egyéni nézőponton ugye nem tud túllépni, mint ahogy említettük. Hiába akar, de nem tud a költő túllépni a személyességen. Ebből következik az, hogy nem ismerheti meg a világot, és nem veheti birtokba a mindenséget. A vers fő motívuma talán az énnek az önmagába való bezártsága. Ezt olyan képek jelenítik meg, mint a vakdió, a bűvös kör, a feltörhetetlenség és a börtön.
A másik fontos motivum még a mindenség vágya, és maga a költői szerep, mint ahogy a vers értelmezés elején említettem is, egy arszpoetikáról beszélünk, tehát hogy a költő mit vállal, milyen szerepet szeretne magának. A líraién egy önmagába zárt személyiség, aki nagyon szeretné megismerni a rajta kívülálló világot, de rájön arra, hogy ez lehetetlen számára. Ő az alany és a tárgy, azaz, aki megismer, és amit megismer. Így tehát csak önmagát ismerheti meg, a világot pedig nem. A vers egy nagyon erős paradoxonra, önellentmondásra épül. Túl akar lépni a beszélő a személyességen, de mivel egy költőről, egy lirikusról beszélünk, a költőnek pedig alapvető szemléletformája a személyesség, és a líra műfaja is ugye a személyességre épül, ezért nem ismerheti meg a világot, nem tud túllépni ezen a körön. A vers tehát az egyén és a világ kapcsolatát boncolgatja. A líraién a mindenségről akar írni, de nem tud. Úgy is értelmezhetjük, hogy a líraién hiába vágyik a mindenség megismerésére, mivel költő, és ezért csak önmagát, saját magát ismerheti igazán. A következő versünk, Fekete ország című, szintén az első kötetből származik, a Levelek Iris koszorújából kötetnek az egyik darabja. Babits Mihály, Fekete ország. Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt. Minden fekete, de nem csak kívül, csontig, velőig fekete. Fekete. Fekete, fekete, fekete. Fekete ég és fekete tenger. Fekete fák és fekete ház. Fekete állat, fekete ember. Fekete öröm. Fekete gyász. Fekete érc és fekete kő és fekete föld és fekete fák. Fekete férfi, fekete nő és fekete, fekete, fekete világ. Áshatod íme, vághatod egyre az anyagot, mely lusta tömör. Fekete földbe, fekete hegybe csap csak csákjád, fúr be fúród, s mélyre merítsd bár tintapatakját, még feketébben árad ömöl, nézd a fűmagját, nézd a famakját, gerletojását, csíragolyót. Fekete, fekete, fekete. Fekete kelme, s fekete elme. Fekete arc és fekete gond. Fekete ér és fekete vér, és fekete velő és fekete csont. Más szín a napfény vendégmáza, a nap a színek piktora mind. Fekete belül a földnek váza. Nem a fény festi a fekete színt. Karcsú sugár ecsetével nem. Fekete az anyag rejtett lelke. Jaj, fekete, fekete, fekete. Ha most megkérdezhetném tőletek, hogy mi jut eszetekbe arról a szóról, hogy fekete, milyen fogalmakat társítanátok hozzá, akkor biztos, hogy rengeteg különböző dolgot mondanátok, és abban is biztos vagyok, hogy szerepelne közte olyan, mint a gyász, a halál, a káosz, a félelem, a szégyen, a bánat, a gonoszság, a bűn, a pusztulás vagy a reménytelenség. Ez a vers a Fekete ország formailag egy egészen szabálytalan tagolású, a szövegképe, mint láthattátok, nem bomlik versszakokra. A szótag száma is változó lesz. Teljesen újszerű a verselése Babitsnak ebben a versben. Egy szimbolista versről beszélünk. A cím megjelöli a témát is, amely tulajdonképpen egy álomnak a bemutatása lesz. Babits az álom és a képzelet világát állítja szembe a világ megismerésének és önmagunk megismerésének az igényével. Szinte katalógusszerűen fölvázolja a világ legfontosabb és legváltozatosabb dolgait. Ennek ellenére, hogy ennyi mindent felsorol,
mégis egyneműnek, feketének mutatkozik a világ. Két szerkezeti egységre bontható igazából ez a vers. Az első három sor lesz az, amely a költői közlést jelenti erről a borzalmas álomról, és a következő szerkezeti egység pedig a vers további sorai, tehát maga az álomnak a leírása. Ez egy nyomasztó, egyhangú és félelmetes álom, hiszen ebből az országból, ebből a megálmodott országból eltűntek a színek, és eltűnt a változatosság. És mintha minden örökös mozdulatlanságban és változatlanságban lenne, és sem idő, sem élet nem lenne ebben az országban. A lírai énnek a világlátása pesszimista, ezt az is jelzi, hogy azt mondja a vers, hogy a lélek is sötét. El kell, hogy mondjuk, hogy a fekete nem csak egy szín ebben a versben, hanem tulajdonképpen egy állapot. A feketesség belülről árad és sugárzik ki a világba, hiszen, amint mondtuk, a feketesség az anyagnak a lényege, tehát az anyag lelke is fekete, vagyis gonosz, ártó, ijesztő és fenyegető. Azért lesz nagyon hatásos ez a vers, mert a fekete szín igazából egy belső tartalmat közvetít, és nem egy színtelen országról beszélünk, nem egy külsőleg egyhangú világról, hanem egy gonosz országot fest elénk a költő. Olyan kifejező eszközöket alkalmaz ez a vers, mint a halmozás, az ismétlés és az alliteráció. A vers stílusa nominális, vagyis névszói, hogyha végigvesszük a szavakat, akkor rájöhetünk arra, hogy alig van ige benne. Az igék hiánya is az, ami majd a mozdulatlanságot és a változatlanságot kelti a versben. Biztos, hogy föltűnt, hogy mennyiszer szerepel ez a fekete szó a versben, 45-ször pontosan. Ennek a szónak az ismétlődése azonban mégsem monotóniát hoz létre, inkább egy ilyen nyugtalanító hatást kelt a versben. A fekete szó lüktető ismétlődése a belső izgalom fokozódását érzékelteti, és egy kicsit ilyen sokszerű hatást is tesz. És nem csak ezzel a verszenével, ezzel a lüktetéssel adja ezt a hatást, hanem a közvetett tartalommal is, mivel ugye beszéltünk róla, hogy a fekete nem csak a színeknek a hiánya, vagy nem csak a sötétség, hanem minden fekete belül is, csontig, velőig, tehát valahol a lelket is megfesti. Ez a vers a szó mágiájával él, a szó varázserejével, és olyan egy kicsit ez a költemény, mint egy ráolvasás. És akkor még egy verset hoztam nektek, bár azt mondtam, hogy csak két verssel fogunk foglalkozni. Egy nagy művésznek, egy nagy költőnek vagy irodalmárnak a munkássága és eredménye abban is mérhető, hogy milyen hatással volt az utókorra, milyen hatással volt a kortársakra. Hát Babits igen komoly hatást gyakorolt és gyakorol a mai napig az irodalomra és az irodalomban alkotókra. Számos alkotó fordul versben Babitshoz, vagy ír a versei nyomán, vagy átír verseket, és hogy csak néhányat említsek meg közülük, például Szabó Lőrinc, akitől idéztem is az egyik órán, aztán a kortársak közül Kovács András Ferenc, Lackfi János, Vörös István, Orbán Otto, Bodor Béla, Beg Zoltán, vagy éppen Bátori Csaba, akinek hoztam egy versét. Ő egy egész kötetet szentel a lírikus epilógia átiratainak, tulajdonképpen 123-szor írja át ugyanazt a verset, és ezt foglalja kötetbe. És akkor egy ilyen verset hoztam még zárlatként a mai óra végére. Bátori Csaba, ifjúkori zsenge. Én csak magamról tudok verset írni. Mindig én szereplek minden dalomban.
A mindenséget szeretném lebírni, de még magamon túl még nem jutottam. És már úgy hiszem, nincs is kívülem semmi. De ha volna is, az csak Isten tudja. Dohos szobában négy fal közt senyvedni, be nem szeretek. Itt a tavasz újra. Nem is bírom én föltörni az árat, csak kikukucskálok, s epedezem, de nem látok át a sűrű ködön. Így hát magamba folytam én a vágyat, vágyástól vágyik ő a lelkemen. Magamba bolyongok, s nézem a köldököm. Köszönöm a mai órán is a figyelmeteket. Olvassatok Babits verseket, olvassatok Babits átiratokat. Nagyon izgalmas téma, és biztos, hogy örömeteket lelitek benne. Köszönöm szépen, sziasztok!